Sophie is megmutathatta, mennyit tanult a felkészítés során. A British American Tobacco, a Trenkwalder és az Aon Hewitt interjúin vett részt. Gyakornoki programban mi olyanokat várunk, aki még diploma előtt áll, tehát akár bachelor, akár master szakon, de még aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik, és még tanulja gyakorlatilag az egyetemen azt, amivel később foglalkozni fog. Ezért a gyakornokság nemünk egy részmunkaidős történet, és igyekszünk is nagyon rugalmasak lenni, hogy a hallgatók tudják teljesíteni az iskolai elvárásokat. Ami nekünk a legfontosabb, amit általában keresünk a fiatalokban, ez a tanulni, fejlődni vágyás, rugalmasság, és inkább az attitűd az, ami a fiataloknál nekünk fontos, kevésbé a valós tudás. Mi a Trenkwaldernél alapvetően a személyiségre koncentrálunk. Fontos számunkra, hogy olyan tehetségek dolgozzanak a csapatunkba, akik amellett, hogy élvezik a feladataikat, a munkájukat, saját elvárásaik alapján fejlődhetnek is. Sophie-val nagyon jól sikerült az interjú, nagyon kellemes beszélgetés volt. Tök érdekes háttérrel jött hozzám, mert alapvetően média, PR és rendezvényszervezés irányba szeretne elmozdulni, ezzel szeretném hosszú távon foglalkozni. Ugyanakkor, mivel a BGE külkárkarán a HÖK-nek az alelnöke volt, ezért nagyon sok emberrel kellett dolgoznia, több mint 30 ember munkáját koordinálta, és így alakult ki benne az érdeklődés a HR iránt. Most ért véget az interjú a British American Tobacco-nál, amely egy nagyon fiatalos és kellemes környezetben telt. Az interjúztatón Balázs nagyon kedves és nyitott volt, úgyhogy remélem visszahívnak egy második interjúra. Az interjú során Sophie egy motivált lelkesjelölt benyomását keltette. Idegen nyelvtudása kiváló volt, megjelenésére igényes volt, és tapasztalatai alapján át tudnánk őt képzelni a csapatunkban. Zsófit az interjú előtt megkértük, hogy töltse ki a Predictive Index személyiség kérdőívet. Ez alapján úgy látjuk, Zsófi egy rendkívül proaktív, feladatorientált személyiség, aki munkájában mindig a precizitásra törekszik. A Trenkwalderes interjú során azt tetszett a legjobban, hogy azonnali visszajelzést kaptam a készségeimről, például az angol nyelvtudásomról, illetve megtudtam minden fontos információt a cégről és a pozícióról. Láttam rajta, hogy tudja, hogy nem mindig van mindenre sok idő, és abszolút van benne nyitottság arra, hogy gyorsan és megoldásfókuszúan közelítsen meg problémákat, és ez szerintem a mai világban nagyon fontos. Úgyhogy összességében egy nagyon pozitív benyomásom volt róla. Most ért véget az interjúm az Aon Hewittnál, ahol nagyon jól éreztem magam. Világ az interjúztatom nagyon szimpatikus volt, és úgy gondolom, hogy el tudnám magam képzelni a jövőben ennél a cégnél. Nagyon örülök, hogy bekerültem a Profession pályakezdő leszek programjába. Számos élménnyel gazdagított, leginkább pedig a karrier tanácsadást emelném ki.